csináljunk Jedi kardokat. Rakszozzál le, és akkor még fényesebb lesz. Gépészkedj, építkezz, logisztikázz az idővel. Csak néhány azon fantázianevek közül, melyet a különböző állomások kaptak. A tantermek közösségi térként funkcionáltak, ahol a szakmákhoz kapcsolódó eszközöket egy-egy feladat megoldásához alkalmazták a diákok. A szakoktatók mellett a nyolcadikosokat mentorpárjék is segítették. A nap célja az volt, hogy a pályaválasztás előtt álló diákok első kézből kapjanak bővebb információt a középiskolai életről és a tanulmányokról. Elsősorban szeretnénk a nyolcadikosokkal megismertetni az iskolánkat, az épületet, a hangulatot, a szakmáinkat egy kicsit játékos formában, és elsősorban ezért hívtuk őket ma. Úgy zajlik a nap, hogy a keris diákjaink, akik már az iskolában vannak, egy-egy nyolcadikossal pártalkotnak, és így végig mennek állomásokon, amelyek érintik a szakmánkat, és remélem, hogy jól érzik magukat közben. A makói általános iskolák mellett a térség szinte minden településéről érkeztek diákok, köztük Marosvallát, Csanádpalota, Apátfalva és Kiszombor oktatási intézményeiből. Utóbbi faluból érkezett Jankó Donát, aki elmondta, mi érdekelte a mentornap alkalmát, és minket próbált ki. Tavaly is voltam, és tetszett, akkor most is eljövök, hát ha jó lesz. Kerin belül legfájabb informatika vagy mahatronika, ugyanúgy ez a kettő. Kísérője Kovács Lara volt, a gazdálkodási és menedzsment szakos tanuló kiemelte, ő miért ajánlaná a HSC Makói Návai Lajos Technikum és Kollégiumot diáktársainak. Leginkább a tanárok miatt is, és szerintem azért, mert nagyon jól tanítanak, és nagyon jó szakmákat lehet itt tanulni. A Návaiban szeptemberben zökkenőmentesen indult el az idei tanév 22 nappali tagozatos osztállyal, valamint 10 fölötti felnőtt képzésben résztvevő csoporttal.